A kaotikus időjárás, a hirtelen jött viharok komoly károkat tudnak okozni egy-egy ingatlanban. Éppen ezért az elmúlt időszakban egyre többen kötnek kiterjesztett lakásbiztosítást, ami az általános viharkárokon túl, akár rövid zárlatokra, vagy tetőbeházási és vakolatkárokra is kiterjed. De nem csak az időjárás okozhat kellemetlenségeket a lakás tulajdonosának. A Nyíregyházi Egyetemen is elkezdődött már a szorgalmi időszak, és a hallgatók sokszor a kollégium helyett inkább az albérletet választják. Nagyon fontos, hogy bútorozott vagy bútorozatlan-e a lakás. Ugye nagyon sokan úgy adják ki a lakásukat mondjuk diákoknak, hogy teljes bútorozással, illetve teljes műszaki gépberendezéssel. Nagyon fontos, hogy ilyenkor ugye a tulajdonosnak kell biztosítást kötnie, és teljes körűen az ingóságokra is kiterjedjen ez a biztosítás. Hogyha bútorozatlan ez az ingatlan, akkor viszont magáról az ingóság biztosításról a bérlőnek kell gondoskodnia, a tulajdonosnak pedig ugye az épületre kell megkötnie a biztosítást. De lehet ebben ugye egyezkedni is, hogy megállapodás kérdése, hogy ki köt rá biztosítást, de nagyon-nagyon sok problémától mentesít az, hogyha van. Albérlet esetén is számos kár felmerülhet, akár gondatlanságból, akár az albérlő hibáján kívül. Ezekre is megoldás lehet a lakásbiztosítás. A villámcsapás következtében megsérülő műszaki berendezések, ez hogyha egy bútorozott és teljesen felszerelt lakásról beszélünk, akkor ugye itt súlyos károkat tud elszenvedni akár egy televízió készülék, vagy bármilyen más háztartási gép. Csőtörés miatt gyakori, hogy a konyha bútorázik el, vagy egyéb ingóság. Itt is ugye, hogyha beépített konyha bútor, akkor az ugye a lakásnak, lakásbiztosításnak a része. Ha olyan ingóság, ami ugye vagy a bérlő, vagy a bérbeadó rakott be, akkor az is ugye kérdéses, hogy ki fogja téríteni. Gyakori még a nyitva hagyott nyílászárón történő beázás, amikor ugye az albérlő nyitva hagyja a nyílászárót, és ugye beázik a fal, vagy az esetlegesen ablak alatt lévő bútor, vagy nem zárja be rendesen, vagy be sem zárja a bejárati ajtót, és ugye besuranás következtében eltulajdonítanak ingóságot. A közép vagy hosszú távú albérlő helyett egyre többen a magasabb éves hozamot jelentő rövid távú bérbeadást választják. Magyarországon is gyorsan terjed az Airbnb, de ez biztosítás szempontjából okozhat némi fejtörést a lakástulajdonosoknak. Egy az, amit meg kell jegyezni, hogy az elején tisztázza mindenki, hogy ki kötött biztosítást, mi van abban a biztosítási fedezetben, és ugye súlyosan gondatlanul elkövetett károk, azok soha nem fognak térülni. Külföldön ennek egyébként nagyobb szele van már, hiszen nagyon sokan használják ezt az Airbnb-t, és ott már külön felelősségbiztosítási módozatok léteznek erre. Nálunk még ez most kezd kialakulni, és ha valaki így adja ki, akkor esetlegesen egyedi záradékokkal tudja ellátni az apartmanját, vagy a nagyobb kiadó ingatlanját. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében azonban ez a fajta bérbeadás még gyerekcipőben jár.